a gémerek! Folytatjuk a videósorozatunkat, ahol a gép válasz helyettem tankot. Ugye nemzetekről nemzetekre haladunk ebbe a videósorozatba, és már nincsen sok hátra. hogy az előző videóban megnéztük a csehszlovák tankokat, a mostanában pedig ugye a lengyeleket fogjuk megnézni. Ugye már be is pipáltam hogy egészen hatos szintől tízig tudjon nekünk dobálni tankot, és igazából nem kell bepipálnom a négy darab tankosztályt, mert a lengyeleknél ugye parti az nincsen, és egyébként ez a sorozatunk hamarosan-hamarosan a végéhez fog érni, hiszen ugye ezen kívül már csak a svéd tankok lesznek hátra, illetve az olasz tankok, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük meg az első tankunkat, kíváncsi leszek. Itt a lengyeleknél nincs olyan nagyon-nagyon borzasztó tank szerintem, hogy beadhat, és erre ezt kimondom, és beadja az ott a tépét. Oh, nem szóltam, srácok, nem szóltam. Hú, de nem szerettem ezt a tankot. Na, ugorjunk be a csatába, aztán mesélek róla. Na, itt is vagyunk, srácok, a meccsbe. Amit tudni kell előre erről a tankról, hogy ez egy nehéz tank, de páncéja az nem igazán van. Az kezelhetőség az egészen korrekt, viszont dpm -e az nincs, mert majdnem 12 másodperc, mire betöltötök 3.90 alfára. Nem az igazi, nézzetek majd 11,4 másodperc, nagyon-nagyon borzasztó az a DPM. Még egy ilyes is három jobb DPM-mel rendelkezik, ha jól emlékszem, mint az a tank. Nézzük, mit tudunk itt kihozni, ugye outposttól játszunk. Hát, alapvetően nincs harti, és be lehetne jönni ugye abba a hudan pozícióba. Viszont a páncél az nagyon-nagyon nem az igazi, és ki fognak onnan bontani a, a jobb tankok, úgyhogy hát szerintem inkább, inkább egy kicsit passzívabban fogom megjátszani a szituációt, aztán meglátjuk, hogy az ellenfél hogy áll. a boros kólánk HP boosterrel úgy nyomja, mintha nem lenne holnap. Amúgy az a... tudom, az a Panther az talán előhető lenne. De a dupla meg ott van fönn. Ó. Jó, hagyjuk szűkülni a löveget. És tudjuk lőni, és hát 390 alfából lett 342-es. Boros egyszer lepattant rólunk, mert a felső levezemet találta el az alvázat. Hm? Érkeznek a tankok. Egészen, egészen jól trédelünk itt, ilyes hat érkezik most. Hagyjuk a lövét sidescrape hát aki tudja lőni a tankot. Szóval én így ki tudom, mert túlforgatta magát az 50 TP. Az ilyen sem, hogyha elövjön magát, akkor lehet, hogy bemegyek. Én be is megyek. Megítek az 50 tp -nek. Valószínűleg kapni fogok egyet azért. Vagy lehet, hogy kettőt is fogok kapni azért. Mert ugye kirézett ránk a az is 6 os de ez még mindig rendben van. Én azt mondom, hogy ne ránk nézzen ki az is 6 hanem az 53 tp lőj el magát. Jó. az ISM. Fogok hátra tolatni. Ilyes azt ki tudjuk lőni. Lőve fentről. Mellé lőtt. Kinézem még egyszer. Hát tudom, a és Sajnos HP buszos, így nem. Mi lövénk az nem igazán játszik agresszívan. A mellőni a kupoláját a 122 TM-nek. De már hátba is lövik őket. Szerintem le fognak jól hozni. Jó, az egy lövéses. Elapattantam a tornyát, találtam el. Nagyon-nagyon nem jó ez a szitu nekünk. Jó, mellé lőtt, mert a roncsot lőtte meg. Megkapjunk attól lövést? Segít nekem a... a lengyel TD. De nem lőtte még el magát. Magát. Jó. Uh, ez nagyon izgalmas volt ez a rész itt. Kár, hogy nem tudtam megmenteni az 53 TP-nket, mert ugye be akartam jönni, segítettem is neki, amennyit tudtam, de még nem tudtuk megmenteni. Te elférek amúgy, el tudok jönni? A magam présálni, nagyszerű. Nem is ide néz. Úgyhogy mi is szépen be tudunk megjönni. Ki is tudjuk venni. Hát meg feljövünk itt. Van olyan tank, ami nem volt még spotolva, ebből mindent láttunk. Ugye a bázison nem kempel semmi. Az ágyúkezelhetőség amúgy tényleg azt aláírom ennél a tagnál, hogy az teljesen jó nehéz tankhoz képest, meg 390 alfahoz képest, ez nagyon korrekt, csak ez nem elég. De ez, ez, az újratöltés, ez nem elég. Kicsit olyan effektje van egyébként ennek a tanknak, mint hogyha egy rinocérosszal játszanék. Tehát, hogy nagyon jó ágyú, nulla dpm. Csak ugye a rinocéros még kap mondjuk jó tolonypáncélt is, a, a testpáncél és pattogós, ez a tank meg nem annyira. Az a kérdés, hogy a Pantera az merre ment el. Én inkább jövök erre, mert szerintem inkább itt vannak a tankok. Koskola ott van. Hiba. Nem jó céloztam, viszont szóval az asszisztot azt megkapjuk érte. Azt akarom, hogy lőjön a, a sú. Erre nem lőtt. Nem is ezt a részt nézi. Hú, az a lövés az jó volt, jó volt. Ráadásul még gyújtottuk is, de van neki automata tűzoltója. Én ha még egy kill tudnék szerezni, akkor top gun lenne. Fordítom a tornyom, hátha a kerekes, meg tudom ölni. Nézzük, repesszel lehet, tudom belőni. és megint legyújtotta egyébként a... <laughs> egyszerén én kigyújtottam, aztán az olasz TD is legyújtotta, de a kilt azt meg tudtuk szerezni, így meg lett a 2009-es sebzésre végeztünk, 3, 310 aziszt, 3000 kombi. Igazából én annak is örülök, hogy a nehéz nagyöngőből élve kijöttünk, mert ott ügyesen kellett játszani az épületek körül, hogy túl tudjuk ezt élni. Aztán jött a csapat is segíteni, úgyhogy nagyjából jól jött ki a szituáció. De ez a tank ez nem lehet. Tehát emlékszem, lemárkoltam, ugye ezt meg lehetett szerezni annó maratonból, és annó is emlékszem, hogy mondtam, hogy nem éri meg, nem éri meg szerintem ezt a tankot megszerezni, mert egyszerűen túlságosan gyengé, és amennyi időt rá kell arra, hogy a maraton megcsinált, egyszerűen nem éri meg. Nem változott róla a véleményem. Ez egy kellemes ágyú, Andának neki DPM-et, akkor még azt is meg tudnám neki bocsátani, hogy nincsen páncél, de így, hogy se páncél, se DPM, csak jó ágyú, nem az igazi. De top tudtunk végezni, illetve top XP-ként, úgyhogy ez teljesen kellemes volt uh, nekünk. Na jó, ugye kiveszem a nehéz tankot, Hát így bepipálom, és akkor ki tudom venni a nehéz tankot, így, és kiveszem a nyolcas szintet, de végén kiváltam a könnyű tankot is, meg könnyű tank az nincsen -e a lengyeleknél, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen, vagy TD-t fog ugye most sorsan nekünk, vagy egy közepes tankot. Nézzük, nézzük. Bugi. Példák srácok, az, a tankal nem játszottam nagyon, de tudom, hogy van rá egy löveg, és ez nem tudom, hogy az a löveg-e. Most a 90 millis van rajta, 240 alfás. Én úgy tudom, hogy ezzel a tankkal ezt a löveget kell használni, nem? Az a gond, hogy ilyenkor, amikor nem streamelek, akkor nem tud a chat egyből segíteni. Én úgy tudom, ez a tank akkor jó, amikor a nagy alfás löveget használjátok. Most teszteljük, én itt van rajta ez a löveg, és ugye itt van egy robbanó lőszerünk, ami 53 milli átütéssel rendelkezik. Meg van itt nekünk egy AP lőszerünk, ugye a robbanó lőszernek 4-10 az alfája, az AP lőszernek pedig 300 és 168-as átütés. Illetve a DPM mérték is nagyon durva ezen a tankon, mert jól emlékszem, le lehet vinni ilyen 6-7 másodperc körül a töltés idejét, úgyhogy felszerelem és megnézzük mit tudunk kezdeni. Na nézzük srácok, egy recsájről játszunk támadásmód, ami annyira nem jó, mert ugye itt nagy távolságok vannak, és hogyha nem kell, akkor a lőszersebesség az borzasztó. Amúgy nem is annyira rossz, rosszul azt Azt hittem így fog lőni az ágy, hogy így uuuuh, így is van. Ez teljesen korrekt. Hat és fél alatt töltök, és hatos szinten ez a 300-as alfa szerintem teljesen korrekt. Az egy-két tankot lehet, hogy még be is tudunk penelgetni ezzel a ezzel a repeszlőszerrel, már azért 53 milli az nem a legjobb, mondjuk az, hogy nem a legjobb. Meg hát itt ugye inkább tornyozni kell. Hogy nézzük, igazából, hogyha tudod valamit spotolni a csapatunk, akkor ezt megpróbálom ellőni. Ezt könnyebben ellövöm. Gyönyörű. Ispatolt minket? Nem. Nem hiszem, hogy ez egy sniper ágy. Nézzétek meg a szűkülési idejét. Valamit előttem mellette. Tigris. Nem van tigris lőttük, -e, de valamit előttem mellette. Az a TPM azért az oda csap rendesen. A TPM érték az, az, nagyon jó azon a tankon. Majd megnézzük, hogy talál -e. Én ott tartom jobb gombbal a célkeresztet, aztán lövök oda még egy párat. Mert ugye azokra nem tudok lőni most. Kv2-es előrébb jött. Azok, hogy oda nem tudok segíteni így. Kv2-es tolás még egy pic. Ó. 3. Gyönyörű. osztályozás volt az én részemről. Várnom kellett volna még, amíg kijön oda. Eltűnt spotról. Mm -hmm. Egyelőre várunk. mert még középen tudnék bejönni, de azt lehetne még. Hát ott az ellenfel agresszívabb lesz ez tényleg nem egy sniper ágyú. Bár pontosabb, mint amire számítottam, mert papíron ez a tank ilyen 0, 046-os szórással rendelkezik, de ez ilyen nulla... 0... Kiszpotolt, jap yep. Csak kéne lejönni. 03-asnak érződik őszintén. A szűkülési idő. De az komoly. Jó, az megvan. Hú, uh, az nem jó, hogy, ott van. Nagyon nem jó, az M6 az brutálisan erős hatós szinten. Még van hat és fél percünk. Az a kérdés, hogy ugye ebbe a bokorba szokta bánni az ellenfelek, illetve ide, hogy ott van-e tang. Azt hiszem, ezen az oldalon nyerni fogunk, és akkor hátra kell találni az ellenfelnek, akkor pedig én, akkor pedig tudom lőni őket. Picit kell jönniük. Vagy lehet, hogy bemegyek középre, és akkor az a tigrist elkezdem bontani. De lehet, hogy az már amúgy lassú vagyok. Ezt mondhatunk egy kv2-t, érdekes. Mégis az amúgy nagyon érdekes szögön néz ki. Nem, hogy egyébként ránk fordul. Nem fog tudni tolhatni? szerintem. Hát nem. Ah, pont nem tudtam eltolatni. Igazából nem számítottam arra, hogy a tigris fölment a dom közepére, és utána meg valami ránk fordul. Azt hiszem át akar esni itt a csapattársakra. Vár nem kellett volna még egy picit, hogy ténylegesen előjön magát, ténylegesen bemenjen a csapattársakra, és utána tudtuk volna farmolni. Ez a löveg amúgy komoly, tehát ez amúgy nagyon komoly, de jól látom hogy egyébként ez az AP lőszer, ez a prémium lőszer ennek a tannak, tehát amúgy lehet, hogy még jó nagy minuszokat lehet csinálni, ugye a, ezzel az AP lőszerrel. de az biztos, hogy ez a tank fán. Az ágya, amikor közelharcot tudtak kialakítani ezzel a DPM-mel, nagyon durva, plusz repeszlőszer, és azért bondogatni lehet ilyen alacsony szinten, szinten a tankokat. Ez egy, ez egy vicces hágyú, szerintem viccesebb, mint a 240 alfás levege ennek a tanknak. Na jó, ugorjunk be az utolsó mérkőzésre, nézzük meg, hogy milyen tankot fogunk kapni. Nézzük, nézzük. Igen, lehet, hogy nem is fogunk már tankot kapni. Ugye megvoltak a közepes tankok, és. Á, de még tédi az lehet az lehet, hogy ezt kivettem, és hogy ez hatos szint volt, tehát lehet egy hetes, egy nyol, egy bocsánat, hetes, kilences és 10-es TD, hogy nézzük meg, melyiket fogja beadni nekünk, és nincsenek megvéve, úgyhogy gyorsan megveszem őket, tehát van a hetes, hogy meg kell venni, meg a kilences. Jó, most már tud sorsolni közöttük a gép. vagy nem. Valamiért közöttük nem nagyon akar sorsolni. Hát lehet, három tank között nem akar sorsolni, vagy csak lehet, hogy behűlt a gép. Hm, igazából én egyébként is ki akartam már próbálni ezt a 9-est, mert a kilanát azt én már kipróbáltam, hogy a 8-as szintűt. Most jön ki a csatából a tankunk. Lehet, hogy most engedni fogja már. Ha meg nem engedi, akkor ezt a 9-es fogjuk kipróbálni. Nem mindig nem engedi. Ezt a 9-es fogunk kipróbálni, mert a 8-as td már ugye a kilonát kipróbáltam, és ez eléggé bejött ez a tank. Úgyhogy megnézzük ez a gonkévica, ez mit tud. Gyorsan felszerelem, srácok, és ugorunk is be a csatába. Na itt is vagyunk a csatába, srácok. Mountain pass játszunk. Ez a Gonke a 9-es szintű TD a lengyel TD ágon, ugye a Bliska a 10-es. És azt néztem, hogy ezen a tankon nem ugyanaz a löveg van, mint a 10 esen mert ott 800 alfát kaptok, illetve más átütésértékeket. értékeket. kíváncsi vagyok, ez a tank egy nagyon jó leosztásban, amit ugye most kaptunk itt, hogyan fog működni. Úgyhogy... Azért is gondolkozom, hogy merre szeretnék elérni, mert amúgy ide is szoktak is jönni nagyon-nagyon sokan a nehéz tankok közül, de a felső részre is, úgyhogy megnézzük a felső részt szerintem, és hogyha baj van, akkor visszavonulok majd, és segítem ezt a részt. Énként srácok, kommentbe írjátok majd meg, de szerintem amióta megváltoztatták ezt a pályát, azóta rosszabb lett. Tehát egy, Egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy Mountain Pass egyébként sem volt egy jó pálya, viszont a pálya változtatás után egyértelműen rosszabb lett. Ugyanez a a véleményem egyébként Erfildről és Stujanskiról is. Tehát azok a pályák is szerintem egyértelműen rosszabbak lettek. Írjátok majd le a véleményeteket, mint róla. K91. lepattanunk róla, ami nem, nem is, de ő is lepattan rólunk. nem szóval túl késő lőttem el magam. Ugye alapvetően ez a lengyel TD, én nem beszéltem róla, akkor sem ez a legtöbbet, amikor ugye közel van az ellenfélhez. Tehát minél közelebb szeretnék maradni, és ez a k 91 ez borzasztóan-borzasztóan agresszívá játszik. Csapatom, uh -huh. majd remélem, hogy segít nekem. El is lőjük azt az LC-t, nekem az gyönyörű tréd. A hmm. K91 az végtelenül, végtelenül mozgékony egy tank. Nem tudok utána menni ilyen gyorsan. Szóval az LC-t azt meg tudtuk szivatni. A 91 lőtt. Megint. Ah, megint nem tudtam időben fordulni rá. hogy már meg tudjuk ölni, nagyon jó, 53 tp, az is jól lenne lövöldözni. Nézzétek meg, ilyen távolságból itt írja nekünk ugye fönn a célkereszt, hogy mennyi sebzést tudunk rá ugye kiosztani. A távolság függvényében a játék a számolja, hogy mennyi a sebzést ad be rá. Azt nem nekünk kell így kitalálni, viszont erre még ugye nincsen rászámolva a plusz, or, vagy a mínusz 25%-os rng Nézzétek meg, ilyen távolra max. ilyen 300-at fogok lőni. kijönnek elénk 75-ös kijön elénk Jólok nézem hogy nem De az M103-os igen ez a tank hogy nem híres a, a pontosságáról meg a 10 sem és ezért nagyon-nagyon csalódtam ebbe a, az ágba mert a löveg kezelhetőség az nagyon nem olyan volt mint amit én szerettem volna visszafordítja magát. Mm. Ebbe a körbe egyébként rosszul célzom, azt kell mondjam srácok. a körbe nem célzom jól. Meg az ágyú sem annyira akarja az igazságot. De Jó lenne közel menni, mert így annyira keveset fog sebezni. Vagy legalábbis közelebb menni. Állok ide a bokor talán innen tudok lőni. Eee. Ó, türelmes vagyok a lövéssel. Az nem jó, hogy eltrekkelt minket. Ez jó van neki lőni. Nagyszerű. Meghalt a tigris, ott van még az E75-ös. Várom, a leesik rólam a spot. Nézzük, 112-nek az alvázát el tudom előni. Ez e 75 öt oldalba. Ó. Ezek azt el tudjuk előni. Gyönyörű! Hogy ilyen távolságra nem nagyon effektív a tankom, tehát ez a... 3-400 sebzés, ez nem az igazi, bár ilyen 500 akat is rolloltunk. De tényleg ennél közelebb szeretnétek lenni az ellenfélhez. Oroskolát kéne valahogy megölni. És az 75 akkor már ki tudunk jól ózni. Gyönyörű! Azonban nem indultak meg az 75 felé, mert akkor oldalban lő minket a boroskóla. Valószínűleg majd vissza kell mennem a hídhoz, mert ugye megnéztek, hogy letolták itt a másik oldalt. Hát fognak jönni a hídon, de ott van a boroskólánk. Már ezt nem döntöttük most el.

A PTA be is ütött minket, és ez azt jelenti, hogy a Patton miatt halott leszek. Nem? de a PTA meg visszapíkel ránk. Hát figyeljetek, 3800 sebzést ki tudtunk osztani, hogyha Boroskolánk túléli, akkor talán van esély, egy pici vissza kellett volna jönni, és akkor ide be tudtam volna állni, ugye a és meg tudtam volna lövöldözni a közepes tankot, amíg ugye jönnek át a idon. Jó volt a tippem, hogy jönnek felén, csak egy picit, picit előbb oda kellett volna menni, és nem a, az l ös nézni, ami ugye soha az életben nem fog kinézni, mert tudja, hogy nagyon sok tankunk kempel itt hátul. És srácok, hát egyébként a a lengyelekkel. Igazából tankok terén ugye kaptuk a, a bugit, ami, ami, szerintem vicces egy tank, azzal az ágyúval, élveztem a csatát, az 50 TP-t azt nem szeretem, viszont szerintem egészen korrekt csatát tudtunk gurulni, illetve ezzel a Gonkievicával is egészen korrekt csatát tudtunk gurulni, úgyhogy viszonylag, viszonylag ez egy jól sikerült, jól sikerült az epizód volt -e ezekből a gép, vagy ebből a gépválaszt sorozatunkból. Ahogy említettem nektek a következő nemzet, a svéd, svéd, tankok lesznek. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett a videó, és nem akartok lemaradni a következőről, akkor egy like illetve egy feliratkozással tudjátok ezt nekem jelezni. A Discord szerverre, Twitch csatornára ne felejtsetek el csatlakozni, a leírásban megtaláljátok mind a a linkjét. Ha pedig támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor csatornataggá tudtok válni a csatlakozás gombra kattintva. Nagyon szépen megköszönöm nektek a kitartó figyelmet, jó meccseket kívánok, és találkozunk a következő videóba vagy pedig a streamen. Szevasztok!